Köszöntjük Önöket! Sorozatunk folytatásában ezen a héten a 7., 8. és 9. egyéni választókerület képviselőivel beszélgetünk. Új képviselője Ferencváros önkormányzatának mikor és miért kezdett el politikával foglalkozni? Egészen visszamennék születésemig, hiszen itt születtem a Ferencvárosban, Bakástéren, a Söfmérei Kórházban, és itt is lakom, illetve szűke választókörzetemben is itt lakom gyerekkoromtól kezdve. Úgyhogy tulajdonképpen ennek köszönhetően egyfajta ilyen lokálpatriotizmus is kialakul az emberben, ehhez természetesen a Fradi is hozzájárult. Ugye itt nőttem fel, ide jártunk focizni a bátyámmal a Tinódi Parkba, illetve a Néru Parkba. Családom is, szüleim itt laknak, testvéreim, és ennek köszönhetően én itt tényleg otthon érzem magam már gyerekkoromtól kezdve, úgyhogy amikor megnősültem, nem terveztük, hogy elhagyjuk a kerületet, hanem egyértelmű volt, hogy itt alapítunk családot a feleségemmel. És hogy alakult akkor a politikai pálya? Egészen fiatal koromtól kezdve érdekelt a közélet és a politika, és ez a már említett lokálpatriotizmussal ugye találkozott, és tulajdonképpen Veres Lászlónak, aki előttem volt itt önkormányzati képviselő, neki köszönhetem, hogy tulajdonképpen elindulhattam ezen a pályán. 2006-ban ismerkedtünk meg, ekkor léptem be a kerületi Fideszbe is, részt vettem a kampányokban, és Veres Laci mellett sokat tanultam ebben az időszakban. Kezdetben felügyelőbizottsági tagsággal rendelkeztem, illetve külső bizottsági tagként a Humánügyek Bizottságában dolgoztam, úgyhogy szép lassan a szamár létrán, ahogy mondani szokták, lépdeltem fölfelé, és aztán tavaly 2014-ben jött el az idő, amikor önkormányzati képviselőjelölt lehettem Veres László után. Ferencváros önkormányzatában milyen területekkel foglalkozik, vagy mely területek állnak közel Önhöz? Végzettségem okán leginkább a humánügyek, így lettem a Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az elnöke 2014. októberétől. Ezen kívül a Gazdasági Bizottságnak vagyok a tagja, és a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságnak, illetve a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságnak is tagja vagyok. Említette, hogy itt él a választókerületében. Mik ennek a választókerületnek a legfontosabb jellemzői, és mi az, amin esetleg szeretne majd változtatni az elkövetkező években? Én két részre szoktam a választókerületemet bontani. Az egyik a Mester utcának a Duna felé eső oldala, ugye másik két oldalról a Dandár utca és a Ferenc körút határolja. Itt jellemzően régebben épült házak vannak. Itt elsősorban az lehet a célunk a következő 4-5 évben, hogy az önkormányzat társasház felújítási pályázatán minél több háznak a homlokzata, lépcsőháza, folyosói újulhassanak meg, illetve hát reményeim szerint a Boráros téren egy felszíni gyalogátkelőhely ugye nagyon jó lenne. A másik oldalon tulajdonképpen ugye ott a rehabilitáció már gyakorlatilag befejeződött, ez ugye a Bokréta utca, Balázs Béla utca, Tali Kálmán utca, Mester utca által határolt terület. Új építésű házak vannak, illetve teljes egészében megújult, felújított házak. Itt elsősorban például az utaknak, például a Viola utcának a felújítása lehet egy cél a következő években, illetve hát a közeljövőben, ebben az évben ugye a Ferenc tér is megújul, úgyhogy ennek az átalakítása. Összefoglalva, tavaly egy nagy álmom teljesülhetett, és egy régi álmom azzal, hogy önkormányzati képviselő lehettem, és végre a szűkebb környezetemért, illetve a kerületért is dolgozhatok. Nekem ez egy nagy öröm,
és hát egy felelősségteljes feladat is egyben, úgyhogy igyekszem a következő 4-5 évben minél többet tanulni, minél több embernek segíteni és szolgálni a kerületet. Biztatni tudom csak a kedves választókörzetemben lakókat, hogy forduljanak hozzám bizalommal, fogadóórájon, akár személyesen, telefonon, ha megkeresnek, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésükre. Ferencváros legnagyobb parkjában, a Haller Parkban ülünk és beszélgetünk, úgyhogy a választókerülettel való ismerkedést kezdjük először ezzel a helyszínnel. Most már az új körzetek alapján a fele hozzám tartozik, másik fele Sajovákos képviselőtársamé. És hát rengeteg dolog történt itt a parkban. Pont itt ülünk szembe a új futópályával, ami nagyon népszerű. Sokan futnak, fitness eszközök vannak, amit a hölgyek nagy szeretettel használnak. A kutyafuttató egyre népszerűbb, és rengeteg dicséretet kapunk a Feszofe tartja karban. Szebbek a fák, zöldebbek. Még a nyári locsolással van egy kis probléma, de szerintem idén már az is meg fog oldódni. Egyre több rendezvényt ide szervezünk. Nagyon jó tavaszi-őszi rendezvényeink vannak. Nem sokára itt tavasszal is lesz egy rendezvényünk, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Milyen területek tartoznak még ehhez a választókerülethez? Annyiban változott, hogy a Dandár utca, ami a körzetnek a határa, egész ott a Dandárfürdő, a Cvak székház és kiegész a Dunapartig, ez egy új körzet, amit hát nekem is meg kellett ismerni, az ott lakókat, az ottani házaknak az állapotát. Nagyon jók az első benyomások, szép házak vannak. Milyen változásokon ment keresztül ez a választókerület az utóbbi időben? Ugye a City Home építkezik a Vágóid utcába, rengeteg lakó fog oda költözni, tehát ez egy fejlődő körzet. A másik a Vaskapu utcába, Vaskapu Tóth Kálmán utca vonalába a Magyar Tudományos Akadémia épít. Itt kutató emberek fognak dolgozni. A Dandár fürdő nagyon szép fejlesztésbe kezdett, gyönyörű, megújult a Dandár fürdő. Bent a belső, közös belső udvar, ami a társasház és a fürdőnek egy közös udvara, ott ugye nyilván az ilyen közösködésnél mindig vannak problémák. Ki hol parkol, milyen fák vannak, miket vágnak ki. Biztos, hogy lesz majd egy izgalmas társasági közgyűlés, ahova tudom, hogy meg akarnak hívni, ahol én a két fél között próbálok majd kiegyenlítő szerepet betölteni, mert szerintem van megoldása ennek a területnek is. A Soroksári út ugye a másik, amelyik szintén nagy fejlesztés alatt áll, hiszen a Medical Center szeretne ott a meglévő csontvázat, azt a régi épületet megújítva egy komoly magán klinikát létrehozni. Van egy másik hír, ugye ott a másik Rákóczi Ferenc híd lábánál egy komoly kongresszusi központ, több ezer fős kongresszusi központot szeretnének fölépíteni, és kormányzati forrásból. És hát, hogyha az ember ugye ezt a sok fejlesztést látja, a meglévő Vodafone székház, a KNH bank, a Nemzeti Színház, MIPA, a kórház, meg a kongresszusi központ, ugye azt látjuk, hogy rengeteg ember fog mozogni Ferencvárosba. Úgyhogy mindig úgy bujkál bennem, hogy hogyan fogja bírni a Soroksári út, ugye közlekedés oldalára hogyan fogja ezt bírni. A kettes villamos, meg az a pár busz, ami itt jár, úgyhogy közlekedési emberképnek ez egy jó feladat lesz majd ennek a megoldása. A MIPA-val szemben, ugye ott van nekünk a Vágóhíd, csodálatos homlokzat, ami védett is, de az előtte levő terület, az avval a nagy gödörrel, ami egy szép zöld terület, de igazából nincs kihasználva. Hát ez is egy feladat, hogy fölhívjuk ilyenekre a figyelmet. Az önkormányzatban milyen feladatokat lát még el, tehát milyen bizottságoknak a tagja, illetve mely bizottságnak az elnöke? Az előző 4 éves ciklusban a Humánügyek Bizottságának voltam az elnöke. Ezt a bizottságot hát úgy lehetne fogalmazni, hogy elég nagy túlterheltség volt a bizottság. Rendkívül sok rendkívüli ülést kellett összehívni egyedi ügyek miatt, és ezt a bizottságot két felé osztottuk ebbe az új ciklusba. Egy egészségügyi, szociális és sportbizottság, amelynek az elnöke lettem, és a másik bizottság, ahol most tag vagyok, az pedig a kulturális, egyházügyi és nemzetiségi ügyek kerültek oda. Talán nem lesz ennyire túlterhelt így ez a bizottság. Itt is vannak persze rendkívül sok egyedi ügy, például mondok egy példát, a lakhatási ügyek. Minden olyan ember, aki nehéz életkörülmények között él. Lakbértartozás, elektromos áram vagy gáz számla tartozása van, ebben segítünk 100 000 forint erejéig egyszer.
bízunk abban, hogy azok az emberek, akik tényleg így nehéz helyzetbe kerültek, mert éppen a munka lehetősége nem engedi meg, hogy ezeket fizetni tudja, hogyha ez kiegyenlítődik, akkor utána tisztalappal tudnak indulni. Most írjuk ki azokat a pályázatokat, amelyek minden évben megtörténnek, mind a kulturális területekre, civil szférának, sport, nemzetisége, az egyházi szervezeteknek is biztosítunk pályázási lehetőséget. Úgyhogy ez lesz így a tavasszal egy eléggé fontos kérdés itt a bizottsági munkában, hogy ezek a pályázatok beérkezzenek és sikerüljön minél több szervezetet támogatnunk. Ez a negyedik ciklusa, 13. éve egyéni képviselő ebben a választókerületben, ami területileg egyébként a legnagyobb választókerület Ferencvárosban. Mik pontosan a határai, milyen területek tartoznak ehhez a választókerülethez? A 9-es választókörzet az igazából a külső Ferencvárost határolja, kivétel József Attila telep. Ehhez tartozik még egy másik választókörzet, amit tavaly választások előtt kaptam meg. Ez a Vágóhíd utcai rész, ami a Könyves Kálmán körút, Mester utca egy része, a Nagyvárad tér és a Haller utca által határolt terület. Az elmúlt évek során mi az, amit sikerült elérni ebben a választókerületben, és milyen feladatok várnak még önre? Mivel már elég régi képviselő vagyok, egyéni képviselő ebbe a körzetbe, sorolni tudnék jó pár dolgot, amit sikerült elérni, amik igazából nem olyan nagy dolgok, mert aszfaltozástól kezdve parkosításig, de a környezetnek a szépítése és a szebbététele az, ami elég sok mindent el tudtam érni. Amire nagyon büszke vagyok az, hogy végre azt a kis postát itt a rendelőintézet területén, a Merényi Kórház területén meg tudtuk nyitni, és mindenki nagy megelégedésére. Olyan forgalma van, hogy szerintem a posta se gondolta, hogy ilyen forgalma lesz. A 800-nak a csatornarendszer teljes felújítása, azon kívül társasházi pályázaton, felújítási pályázaton részt vett házaknak a elfogadott pályázata. Így például a 7-es épület, ami megújult ilyen társasházi pályázaton. A Aszódi telep külső rész, amit mi eltolt házaknak hívunk, ott kiépítettük a teljes vízrendszert újra, minden társasház külön órát kapott, vízórát, ami nagyon fontos, mert ez rengeteg problémát okozott eddig, hogy ki mit fizet, miért fizet, ki lopja, nem lopja, szóval ennek most ott véget ér. Az innenső részén az Aszódi telepnek egy újabb tömböt, ami 6 házból áll, pályázunk rá, és reméljük, hogy a költségvetésben is fog szerepelni ugyanezzel a technikával, tehát vízórák és a vízrendszer újra kiépítése. Már elkészültek a tervek. A MÁV telepen, a vasutas telepen nagyon elavult a víz- és csatornarendszer. Egyelőre a vízrendszer teljes megújításán fáradozunk, nagyon problémás, mert külön-külön ezek kis társasházak, külön-külön kell minden társasháznak a képviselőjét megkeresnünk, akik aztán majd szerződnek a vízműveket, tehát elég bonyolult a dolog. Éppen ezért kértem a polgármestert, aki ki is jelölt egy embert arra, hogy az önkormányzat részéről a kapcsolattartást megoldja. Közbiztonság területén is nagyot léptünk előre. Itt egy KMB-iroda nyílt a hajléktalan szállón, ami most már minden nap működik, mert eddig csak 3 naponta működött, minden nap működik, minden nap be lehet menni, minden nap el lehet mondani a panaszokat. Most fog megnyílni a Tesco területén a legújabb KMB-iroda, amit a testület nemrég szavazott meg, és nagyon roham tempóba építik. Ott van mellette a kormány ablaka, az ott lakók, és akik itt is laknak, még hamarabb el tudják érni, mint hogyha be kéne menniük a belvárosba, a benti Ferencvárosnak a belső részébe. Kulturális programjaink, mivel nincs közösségi házunk, vagy közösségi terünk ezen a telepen, meg tudjuk oldani, de csak úgy, hogy bekérezkedünk. Például a Puskásba tartunk rendszeresen Mikulás esteket, előadásokat. Minden évben most már meg fogjuk tartani, tavaly össze volt az első ilyen szüreti mulatság, ami nem csak mulatsággal, hanem kulturális rendezvényekkel is tarkítva van. Azon kívül van itt 2 iskola, 7-8 éve be van zárva, amire nagyon sok érdeklődő van, hogy lehetne hasznosítani. Többféle megoldás van, például egy szociális bérlakás rendszerben az egyik ilyen nagy épületet
esetleg be lehet vonni. Itt van a sportpálya, amit most már ebben az időszakban tényleg szeretnék, hogyha műfüves pálya lenne belőle. Komplex pályát szeretnék ide, álmodtam ide, és hát úgy néz ki, hogy előbb-utóbb sikerülni is fog.